Jó estét kívánok mindenkinek a kezdőkörből, a kezdőkörben, a Fehérvár Televízió sportos kibeszélőjében. Nagyon-nagyon eseménydús napok vannak mögöttünk. Most sportvonatkozásra értem, bár mindenki tudja, hogy nem csak úgy. És még az is lehet egyébként, hogy a sport nem is elválaszthatatlan egyéb nagy közéleti tevékenységekről. Lehet, hogy még erről is beszélünk az adásban, amelynek vendégei a mai napon Kaiser Tamás kollégánk, aki most épp nem házigazda, ugye így felváltva a vetésforgóban vele. Csak házigizda. Itt van Farkas Szilárd, szintén régi törzsvendégünk, kollégánk. És hát Gál Péter Pál, a Fehérvár AV19 SC elnöke, a fehérvári jégkorong csapat vezetője. Meg kell jegyeznem, kicsit ironikus a helyzet, mert azok a kollégáink, akik mindig itt vannak, persze így vetésforgóban, Németh Krisztián, Beke Zsombor, Horog László, ők most mind úton vannak Salzburgba, ahol a Fehérvár ugye ma este megkezdi az Ice League döntőjét. Ehhez képest a hoki klub elnöke itt van Fehérváron a stúdióban, nem tudom, ki csinált jobb cserét, de nyilván adódik a kérdés, hogy ez kapala, vagy miért nem kísérted el a csapatot. Korábban sem nagyon mentél idegenbeli meccsekre. A szezon közben valóban nem, egy kicsit a Covid be is tett a korábbi években ennek a gyakorlatnak, de lehet, hogy kavalából most is tartom kell magam, hogy az ötödik mérkőzésre megyek. Mint ahogy akkor nem söpörjük ki az Salzburgot, arra számítasz, hogy... Hát, ha a csapat egy kicsit átver engem, akkor úgy legyen, hogy jóisten szóljon belőled egyébként, de reálisan azt mondom, hogy fordítva se legyen. Biztos, ami biztos. Van azért itthon dolog elég, amit nekem el kell végezni a kollégáimmal, úgyhogy jó utat kívánok, és szerencsés utat a kollégáidnak, és szurkoljanak, hogy helytálljanak a srácok, és esetleg egy újabb csodálatos eredményen térjenek haza. De én azt mondom, bármi lesz egyébként, már mindenképp ez a hoki, a fehérvári hoki ünnepe. Ez biztos így van az egész szezon. Nyilván nagyon sok mindenről lehet itt a közelmúlt eseményei kapcsán is beszélni, és nagyon sok mindenről beszéltünk ugye az elmúlt egy évben, akár vagy a szezon kezdete óta ebben az adásban is, de azért most mégis olyan értelemben visszamenik a kezdetekhez, hogy amikor elindult ez az idény, akkor ti gondoltátok volna? Nyilván a döntőt nem, tehát szerintem ember nem volt, aki azt mondta volna szeptemberben, hogy döntőt játszik majd a Volán. De hogy mégis mire futhat ki ez az egész, mert az előző idényekből azért rendre olyan élményeink vannak, vagy emlékeink, már persze az értékelhetőkből, mert tényleg ezt a covidos időszakot most hagyjuk is, hogy azért voltak nagy remények, és voltak aztán nagy csalódások is. Ugye most itt a szezon közben egy nyilatkozatokra kellett kicsit visszamenni, és még a pandémiás időszakra is vissza lehet utalni, mert amikor én ugye interjúztam csapattaggal, vagy csapatvezetővel, például Szélig Viktorral is, és mindig kiemelte, hogy fogalma nincs neki sem, meg gyakorlatilag senkinek sem, hogy hova fog kifutni ez a szezon. Ugye a pandémia miatt, amikor gyakorlatilag meccseket halasztottak el, játékosok maradtak ki a keretekből, tehát nem lehetett reális mérleget vonni abban a tekintetben, hogy ki milyen erős, mert mindig az játszott éppen, aki egészséges és bevethető volt, vagy pedig éppen senki, és elhalasztva kellett játszani a mérkőzést. Ez megborította szerintem egy kicsit a papírformát. Aztán, hogy mindez ennek köszönhető, azt én nem mondanám, mert nyilván a meccset így is úgy is meg kell nyerni, és így is úgy is fel kell állni, és győzni kell, ha lehet. Úgyhogy ez mindenképpen nagyban közrejátszhatott. Én nem gondoltam, de egyébként pont ez a szép szerintem a sportban, hogy minél magasabb szintre megy az ember, ott annál nehezebb megmondani ezt, és azért ez az Ice Hockey League az elmúlt években szerintem folyamatosan erősödött. Nyilván a Covid ennek azért egy picit gátat szabott, de azt gondolom, hogy ez az Ice Hockey League, ez mondjuk annál az EBL-nél erősebb, mint ami 10 évvel ezelőtt volt. Önmagában szerintem a jégkorong sport is nagyon-nagyon sokat fejlődött az elmúlt 20 évben, egészen biztos vagyok, a magyar az teljesen egyértelműen. Úgyhogy én nem gondoltam volna, mert ez mindig olyan, hogy picit, hogy tényleg, ugye azért a hoki még nincs ott, mint a foci. Tehát fociban, ha igazolsz egy játékost, és minél magasabb polcon vagy, annál biztosabban tudsz igazolni. Azért a hokiban is szerintem megvan az, ami néha kosárlabdában, hogy videók alapján menet, de majd ezt Péter vagy megcáfolja, vagy megerősíti, hogy videók alapján menedzserek ajánlásai alapján, más ligákban mutatott statisztikák alapján jönnek ide légiósok, és az, hogy ebből a végén milyen egyveleg lesz, hogy a itt sokszor emlegetett kémia, az mondjuk hogyan működik egy csapaton belül, az mindig kérdéses, de az, ami nagyon-nagyon látszik szerintem, hogy Kevin Konstantin minden idők egyik legjobb Volán edzője, és minden idők egyik legjobb Magyarországon dolgozó hoki edzője, és nem csak
a jégkoronghoz ért, ahogy kívülről látszik, hanem a játékosokhoz. Itt ugye adás előtt beszéltünk róla, ugye volt a hétvégén egy kupadöntő a kosarasoknál, ami nem úgy sikerült. A hokisok erről tökéletesen tudnának mesélni, hogy milyen egy kupa kudarc után talpra állni. És azért nem is az, hogy talpra állt ez a csapat, hanem gyakorlatilag fölugrott az égig. És azért ehhez nyilván a szakmai stáb is úgy benne van, de azért láttunk már olyat, akár az előző szezonokat, ha nézzük, hogy voltak nagyon-nagyon jó periódusai a csapatnak. Ugye tavaly pont a középszakaszra fulladt ki az együttes, mind fizikálisan, mind mentálisan. Most az embernek az az érzése, hogy abban a periódusban van leginkább rendben ez a csapat fizikálisan és mentálisan, amikor erre szükség van. Szóval röviden válaszolva a kérdésedre, nem gondoltam volna. Szerintem senki ezt a sikert nyilván nem. Arra gondoltam egyébként elsősorban, illetve azért merült fel bennem ez a kérdés. Én nosztalgikus alkat vagyok, és tényleg nagyon régóta figyelem a fehérvári hokit. Nagyon-nagyon jó érzés, és tényleg kicsit ilyen könnyes, meg szívfacsaró is visszagondolni azokra az időkre, amikor Ocskai Gáborék csináltak egyfajta forradalmat magyar hoki falain belül, mert először az is nagy szám volt, hogy egyáltalán ugye mi versenyre kelünk a Fradival, Dózsával, később a Dunaferrel, és az az elképesztő építkezés, amit aztán ide is a Bocskai Gábor ugye itt gyakorlatilag a jövőbe látva vizionált és végrehajtott, de mindig az volt az érzésem, hogy bent vagyunk az osztrák ligában, de egy nagy bajnokságnak, és ezt például a Bajnokok Ligája kapcsán mondtuk el számtalanszor, ugye, hogy hol van benne a falakban a siker. Hogyha az EBL-nek vagy az osztrák ligának a történetét is nézzük, azt mondjuk, hogy előfordult persze, hogy a Bolzano berobbant, és volt egy kiemelkedő szezonja, volt, hogy a nem tudom, hogy az Noimo tudott meglepetést okozni, de alapvetően ez a bajnokság arról szólt, hogy azért az Salzburg, hogy a Vienna Capitals, volt, amikor a Linz volt marha erős, a Klagenfurt rekordbajnoké, tehát tudtad, hogy lesznek jó meccseid, összekerülhetsz egy jó playoffban valakivel, de nem volt benne eddig a falakban, hogy úgy mondjam, hogy a Fehérvár, amelynek pedig voltak azért nagyon jó edzői meg csapatai, ide jut az evolúciós láncban. És valószínűleg ez tényleg egy evolúciós folyamat, mert pont ma egyébként a Nemzeti Sport online-on olvastam azt a cikket, hogy Salzburg kapcsán ilyen régi sérelmeket, meg nagy meccseket, meg nagy bunyókat felidéz, hogy milyen kisgyerekek voltunk ebben a ligában. Tehát ide azért nagyképűen lenézve, ha hátrányba kerülnek, kicsit megsértődve, kicsit arrogánsan jöttek a csapatok. Végig kellett járni a játékvezetőknél is azt az utat, amikor mi már ilyen egyenlő partnerként vagyunk már amennyire kezelve. Tehát én azt gondolom, hogy ez olyan szempontból tényleg nagyon meglepő, hogy odaért a volán, hogy egy osztrák ligába döntőt játszhat, teljesítmény alapján teljesen jogosan. Engem az érdekelne, hogy ugye annak idején Ocskai Gábor gyakorlatilag minden évben, minden szezon elejé sajtótájékoztató, szezon közbeni sajtótájékoztató minden megszólalásában elmondta gyakorlatilag, hogy a Volánnak a költségvetése az a 11. a ligában, és akkor 12. volt a Ljubljana. Most ez hogy van? Nyilván ti se tudjátok, nyilván Ocskai Gábor sem tudta, hogy akkor a Salzburg, a Medvescsák, tényleg a Klagenfurt mennyiből gazdálkodik. De hogy ez az eredmény, ez egy ilyen, mondjuk anyagiakban is azt jelenti, hogy mondjuk ahhoz az 5 évvel ezelőtti Volához képest nagyot tudtatok előre lépni? A kérdés kicsit összetettebb, bár nagyon ravasz egyébként, így a pénzügyekre vonatkoztatva. Léptünk is előre, én azt gondolom, tehát nem, azt nem mondanám, hogy mondjuk liga utolsóként kulugunk költségvetésileg, de ez természetesen továbbra sem jelenti azt, hogy az általad éppen az előbb citált tőzsgyökeres osztrák és meghatározott osztrák kluboknak a szintjére emelkedtünk volna, nem is beszélve a Red Bull Salzburgról természetesen, a mostani ellenfelünkről, de léptünk előre a kérdésre válaszolva, az biztos. Egy kicsit léptünk előre nyilván abban is, hogy már régi tagjai vagyunk a klubnak, értek minket pozitív és negatív hatások, és talán ebben a tekintetben fontos volt az, hogy képesek vagyunk most már minden hatásból építkezni, minden hatást megemészteni, feldolgozni, és abból inkább a jövőre nézve számunkra fontos dolgokat elraktározni, és beépíteni abból, hogy mit is akarunk csinálni. Egy kicsit talán az a munka is beérett, hogy rájöttünk arra, hogy soha nem lettünk pénzügyileg a top
4-be mondjuk, vagy a top 5-be a ligába, vagy a top 6-be, hogy ugye egy kicsit a helyezések szerint menjünk, ahogy a bajnokságunkban zajlik, hogy abban nem biztos, hogy be tudunk kerülni történelmi okok miatt. Próbáljunk meg azokban a körülményekben, azokban az adalékokban erősek lenni, ami jó helyét teszi Székesfehérvárt nem csak a magyar játékosoknak, hanem mondjuk az ide érkező légiós játékosoknak is. Próbáljunk olyan körülményeket teremteni, ami belefér természetesen a mi szintünkön. Próbáljunk a lakhatás tekintetében, és mondok profán példákat, vagy a gépkocsi használat tekintetében, az olyan kényelmi dolgok tekintetében, hogy gondját viseljük a családodnak is, hogyha családosként jössz ide légiósnak, hogy törődünk azzal, hogy érzi magát a gyermeked, a feleséged ebben a városban. Szeretnénk, ha ebben a városban laknál, nem, azt nem szeretnénk, bocsánat, az kötelező nálunk. Tehát, hogy itt lakjál, itt éld az életedet, de figyelünk rá, hogy érezd jól magad, ha gondodban megkeresheted a csapatvezetődet, a GM-edet, akár az elnöködet is, és megpróbálunk segíteni. Tehát ezek a dolgok, ezek évről évre nálunk ilyen alapvetésé váltak, és ezek olyan pluszt adnak, ami miatt már jöttek olyan visszajelzések az elmúlt pár évben, hogyha képesek vagyunk a fizetésben is egy bizonyos szintet elérni, akkor egészen korrekt visszajelzéseket kapunk olyan légiósoktól, akik a liga szintjén képesek mondjuk mérkőzést eldöntő megmozdulásokra, képesek meccs per pont körüli teljesítményre, képesek jó szériákat produkálni, képesek húzni a csapatot, amikor kell. Amikor mondjuk a magyaroknak mond nem megy. És hát ezek a légiósok, akkor ezek szerint azért is fontos, hogy mondasz, mert adott esetben lehet, hogy a volánt választják, talán egy kicsivel előnyösebb ajánlott a szemben is, hogyha ezek a bizonyos körülmények jók lehetnek, ami nyilván azt jelenti, hogy ezt a klubnak is meg kellett tanulnia, hogy... Volt erre is példa egyébként, igen. Bár természetesen, tehát nem akarok álszent lenni, a pénz vezet mindenek felett egyébként nyilvánvalóan ebben az egész bizniszben szintén, de ezek a körülmények is, ha jók, akkor azért szembe tudunk szállni, pár ezer eurós különbségekkel már azért szembe lehet szállni. Ja, én annak idején Póló Drup Jensennel beszélgettem nagyon-nagyon sokat az Albafehérvár KC-nak a szerintem egészen kiváló és egyébként emberileg nagyon-nagyon nagyszerű norvég mesterével. Sokat buszoztunk együtt, mentünk a csapattal, és akkor mindig próbáltam kérdezgetni, hogy mégis akár az Albába mi plusz, tehát miért jön egy légiós, vagy miért van az, hogy egy Győrbe jön a légiós. Ez nagyjából egybehangzik az, amit Péter is mond, hogy sokan szívesebben jönnek ide, akár egy picit kevesebb pénzért is, mint mondjuk Norvégiába, hogyha most kézlabdáról beszélünk, vagy Dániába igazolni, mert itt klasszisokkal olcsóbb az élet, és az a kevesebb pénz, az mivel a hétköznapi élet olcsóbb, ezért többet ér. Ez az egyik fontos szempont. A másik, amivel meg tudnak érvelni, vagy nem tudom, hogy ti ezzel tudtok-e, vagy szoktatok, hogy gyakorlatilag itt Székesfehérváron 4 órán belül van hegy, ahova lehet menni síelni, 4 órán belül van tengerpart, ahova lehet menni egyet csobbanni. Ezeket Póló Drup Jensen mondta, hogy ezek mind, amikor egy játékos megkeresnek, és leülnek vele vagy a menedzserével beszélni, hogy miért jó ide jönni hozzánk, akkor ezek mind szóba kerülnek. Ami a falakat illeti, ez a kép, ez nagyon sokszor előjön, az biztos, hogy ez a fajta filozófia, ez benne van abban, ami egy klubról képként kialakul. És amit te mondtál például, Péter, azért az biztos nem csak az én fülemet ütötte meg, hogy kötelező a játékosnak itt lakni Fehérváron. Tehát amikor mi arról beszélünk, a polgármester úr is sokszor itt van és sokszor elmondja, hogy azt akarjuk, hogy egy városnak valóban közösség és összetartó ereje legyen a sport, olyan példaképeket felmutatva, akik miatt az emberek szívesen mennek ki a meccsekre, akkor ez tulajdonképpen szinte egy elvárásként megfogalmazódik, de azért legyünk őszinték, vannak klubok, ahol ez a mai napig nem szempont, vagy nem kötelező szempont. Hát egy klub van, nem Fehérváron? A kosarások itt laknak. Nem látom senkinek a lakcímkártyáját, nyilván igen, a Vidi kapcsán szokott elhangozni, hogy ugye magyar Nikolics szinten... Nikolics itt lakik, 300 méter lakik tőlem, úgyhogy itt lakik. Igen, hogy magyar szinten nagy pénzért nagy nevű játékosokat lehet igazolni, de mondjuk egy légiósnak az a vonzó, hogy olyan, mintha Budapestről kellene 10 perc, vagy 20 perc alatt leérnie, és az neki szinte a főváros. Tehát, hogy ez a fajta kötődés kialakuljon, a város iránt a játékosban, és fordítva a város lakók meg a szurkolókban a játékos iránt, ehhez szerintem ez elengedhetetlen.
Persze, egyértelmű. Ez egy fontos eleme. Mondjuk úgy, egyébként van több eleme is nyilván. Amire talán a Tamás célzott, ha jól emlékszem, hogy nem mindegy, hogy kialakul a kémia. Ugye ez egy másik elem, hogy az öltözőben tényleg olyan brigád jön össze. Aztán itt már bejön nyilván a szakmai vezetésünk, vagy mondjuk úgy, hogy a klubvezetésnek a feladata, hogy képes-e aztán kiszűrni azokat a, nem biztos, hogy az öltöző az öltöző teljessége szempontjából egyébként negatívan ható játékosokat, akinek a mentalitása, hozzáállása, vagy egyáltalán a mindennapi életben való attitűdje nem illik bele a rendszerbe, hogy azokat van-e elég merszünk, használom ezt a szót, merszünk kivenni a rendszerből, vállalva mindenféle ennek mindenféle ódiumát a közvélemény előtt. Ilyeneket is néha be kell vállalni, de egyébként tehát ez is közrejátszik. A harmadik, hogy azért Székesfehérváron, és ez örökségünk, tényleg idősebb Bocskai Gábortól, az elődöktől, hogy a hoki csapat és a közönség között, a közönségünk, a szurkolóink között azért régóta fennáll egy olyan jó kapcsolat, amit én, tehát amikor még jó 20 évvel ezelőtt kerültem közel a Fehérvári hokihoz, csodálattal néztem, és szerintem erre minden sportágnak egyébként szüksége lenne, de nem akarok senkit megbántani, de mindenhol érzem, hogy ez így lenne. És nálunk ez nagyon fontos például, hogy nagyon pozitívan áll a csapathoz a szurkoltáborunk, sokkal inkább elfogad egy rossz szériát, egy rosszabb szériát, egy vereséget, esetleg egy pár rosszabb mérkőzést, mint amit más sportágban országszerte tapasztalok. És nyilván ez is egy jó visszajelzés arra, hogy itt a te közönséged, a te támogatói és szurkolói bázisod elfogad, befogad, és elfogadja azt, amire képes vagy, és nagyon-nagyon ritka az, amikor egy játékos mondjuk egy kiutáltságnak, vagy egy közutálat következtében kell, hogy elhagyja Székesfehérvárt. Tehát ez is egy olyan eleme ennek, amit mondta, hogy mi van a klubban, mi van a klub felépítményében, a falaiban. Ez olyannyira így van, hogy én arra emlékszem, és nem tudom, hogy ez lehet, hogy Oskai Gábortól eredt, vagy tényleg valami nagyon ösztönös dolog volt. Ő egyébként szerintem, ahogy a múltkor beszélgetünk, éppen ugye Nagy Gábor lányával ő volt itt. Tehát azok közé, az ösztönös sportvezetők közé tartozott, akik nem tanulták ezt, nem jártak menedzser képzőben, meg nem tudom milyen egyetemekre, de valahogy a zsigereikben érezték, hogy mi kell. Hogy a szurkolókkal való kapcsolattartás, a Volánnak az egyébként magyar gyártó által, nem nagy sportszergyártó által gyártott mezeit már akkor lehetett kapni a csarnokba, meg itt-ott, amikor még egyébként ezt a merchandising dolgot még fociba sem nagyon láttuk Magyarországot. Tehát 20 évvel ezelőtt már Volán mezeket lehetett vásárolni. Mindig alakult valamiféle olyan kis, nem tudom, ilyen kézgyújtás a szurkolók felé, ami ezt a kötődést tudta egy kicsit alapozni, és ennek nem a gazdasági meg a piaci része a legfontosabb, hanem pont ez az érzelmi kötődés, hogy föl tud venni a mezt, hogy a gyerekedet abba tudjad kivinni, tehát hogy tényleg nagyon régóta működik ez a dolog. Hát eleve szerintem a magyar hokinak nagyon-nagyon jó a marketingje, és ezen belül pedig szerintem kifejezetten jó a Voláné. És abban a tekintetben jó, hogy és én ugye szeretek relativizálni, és ugye nyilván be lehet rangsorolni szerintem a jégkorongot is, mint sportágat, a nagy csapasportágak közé, emellett akkor lehet értékelni a válogatott szereplését összehasonlítva más sportágak válogatott szerepléseivel, vagy akár a top csapatokat is. És ebben a tekintetben a jégkorong az a sportág szerintem, ahol megvan az embernek az az érzése, hogy kis túlzással bármit elérünk, az tök jó. Tehát ha már ott vagyunk, az nagyon-nagyon jó, és ez nem pejoratív, hanem ez az, pont azt jelenti, hogy minden apró sikernek tudunk örülni. És hogyha van egy kisebb kudarc, mondjuk egy alcsoportban nem jutunk föl egy olyan divízió egyperás VB-ről, ahol mondjuk lenne esélyünk, akkor nem dől össze a világ, akkor nem kezdjük el számon kérni az elmúlt 20 évet, nem kezdjük el vasvillával elkergetni a kapitányt, a szakmai stábot és a játékosokat, hanem azt mondjuk, hogy okay,
Erről szoktuk vitatkozni, persze, hogy ennek mi az oka, kicsit, és hogy ez mennyire igazságos, mert valaki azt mondja, hogy tényleg Tomi, azt szoktuk vitatkozni, hogy persze, mert a focisták kikapnak, akkor rögtön mindenki menjenek kapálni, meg akkor milyen kegyetlen a sajtó, meg a szurkoló, és a hokisok meg kikaphatnak, őket mindig dicsérjük. Szerintem ennek azért van egy történelmi oka, látva például, hogy milyen körülmények között dolgozott a jégkorong sokáig, hát, honnan jutott el valahova. De ez hozzátartozik a marketinghez, hogy, mint a mesében, az embereknek három fia van, és a legkisebb elmegy szerencsét próbálni, és az a legkisebb volt annak idején, tényleg akár Ocskai Gábor, meg a Jászberényi hokisok, akik elmentek szerencsét próbálni, és ez a csoda lett belőle, ami átcsoportos VB-ket hozott most már magával, mert szerencsére VB-kről tudunk beszélni, olyan játékosokról, akik eljutottak az NHL-be, vagy erős európai ligákba, vagy tényleg a Volánnak az ebben szereplése. Azért mondom, csak bocsánat, egy szó, csak azért árnyalnám egy kicsit, mert az elejére kicsit reflektálva, valóban jókor történtek jó dolgok a hokival. Annó, ugye 2007, a 2007-et követő időszakban, mint hokival, ugye nagyon jó jött ki építkezésben ez a történet a tekintetben, hogy Ocskai Gábor ötlete nyomán el tudott menni az osztrák bázisú ligába, az Evelbe a fehérvári hoki. Az ott történt fejlődésnek köszönhetően erre a játékos garnitúrára épülve Szapporóban képes volt azt a csodát véghez vinni, amiből azóta is építkezünk. És igazából, amit én mindig mondok, ez a szapporói csoda és az azt követő zürichi A-csoportos világbajnokságon való szereplés adta meg azt a lehetőséget, hogy amikor annak idején egy 2010-es kurzusváltást követően a sportfinanszírozási rendszerben változások történtek, és bejött a TAU rendszer és a látványsportágoknak a rendszere, akkor a hoki ennek a farvizén nem maradhatott ki a látványsportágakból. Legyünk őszinték, ha ez a történet nincsen, akkor a hoki a Fejér megyei rangadókkal, vagy egy továbbra is Budapesten az életéért küzdő Fradival, vagy Újpesttel vélhetően, ugyanúgy, mint akkor még a röplabda, kimarad ebből a történetből, és valószínűleg nem tudja megtenni azokat a lépéseket, amit azóta meg tudott tenni. Viszont a képet meg abban árnyalnám, hogy azért az elmúlt időszakban a hoki közönségünk, a sportszerető, azok a sportszeretők, akik hokit is néznek, azért kicsit el lettek kényeztetve ilyen tekintetben a válogatott, most a válogatottra fókuszálva, a válogatott által, és azért azt én személy szerint érzem, hogy ma már a hokiban sem elég csak úgy megnyerni egy négy nemzet tornáján egy mérkőzést, ami edzőmérkőzésnek számít, és akkor mindenki az egekig ugrál. Ma már azért a hokiban is ez egy kicsit természetes a műértő közönségünknek. Hát és a Volánnál is, azért itt is és a Volánnál is igazad van, és a Volánnál is az, hogy megnyersz egy meccset, mondjuk egy most jó, legyünk őszintén, mondtad a top csapatokat, de megnyersz egy mérkőzést mondjuk a Dortmund vagy az Innsbruck ellen itthon mondjuk az Ice Ligában, vagy az újonc Busztertálán, azt mondják, hogy hát ez az elvárás, de nem az, mert közben ez egy nagyon kompetitív, nagyon kiegyensúlyozott bajnokság, ahol továbbra is minden mérkőzésen a legjobb adat kell nyújtanod, hogy eljuss oda. Egyébként azért parádés ez a szezonunk, hogy egy harmadik alapszakasz helyezés, és most itt tartunk a play-offban, és 9 mérkőzésből egyet veszítettünk el, azt is hosszabbításban. Szóval azért kiemelkedő, és azért, de ebben nagyon sok minden van, például az edzünk személyes munkássága. Csak arra akartam kitérni, hogy ma már nem kapják fel a fejüket, hogyha mondjuk hokiban ide jön ismét mondjuk a lengyel válogatott és megvér. Na oké, rendben van. Ma már azt várják, hogy szinte minden válogatott ellen lépjünk fel kvázi a győzelem esélyével, és egyébként az nem realitás, ahogy egyébként a futballistáknál sem realitás, hiába volt egy jó EB-nk, vagy bármi, vagy utána egy jó sorozatunk a selejtezőkben, hogy mondjuk tétmérkőzésen, mondjuk hát most a nemzetek ligájában majd németekkel, igen, angolokkal, angolok, a spanyolok, vagy nem tudom ki jön még szembe majd edzőmérkőzés, vagy bármilyen leszervezett mérkőzésen, vagy olyan ligákban, ahol tétmérkőzésen szeretnünk, hogy győzelmi esélyekkel
lépjen fel a válogatott. Természetesen volt nekünk döntetlenünk az előben, mint egy csapatok közül is, és csodálatos eredménye vannak a futballnak egy-egy meccsen, de attól még nem elvárás, csak ezt akarom kihozni az egészben. Ami szerintem egyébként a különbség, és aztán ugye fölteszek egy másik kérdés, ami engem most már egy ideje érdekel, de ami alapvetően szerintem a különbség az az, hogyha mondjuk a Fradi bejut a Bajnokok Ligájába fociban, és kiesik 0 ponttal, akkor azért van egy közeg Magyarországon, aki számon kéri, minek, ehhez minek ennyi légiós, ennyit keresnek, stb. És hogyha a Volán jövőre, mikor, vagy hát a következő szezonban Bajnokok Ligájában szerepel, és ne adj Isten, és ne legyen így, de kiesik 0 ponttal a Bajnokok Ligája csoportjából, akkor biztos vagyok benne, hogy nem lesznek ilyen felhangok, hogy minek hoztatok ide ennyi légióst, miért keres a Hári Ancsi annyi pénzt, miért keres a Bartali amannyit, és a többi. Tehát ez egy markáns különbség. Lesz, de lényegesen kevesebb. Tehát azért legyük őszintén, tudjuk a helyünket. Egy Fradi futballban egy Fradi szereplése és annak a média visszhangja az lényegesen nagyobb, és ez teljesen természetes is, és így van ennyi, mint mondjuk a magyar hoki és azon belül a Fehérvár szereplése. Azért itt is vannak olyan hangok, hogy akkor ez miért, de azokkal a hangokkal nem szabad foglalkozni, mert azoknak a hangoknak fogalmuk nincs arról, hogy is történik egy klub felépítése, hogy is lép előre lépcsőfokokat egy klub szakmailag akár. Azok az emberek azt gondolják, hogyha valóban érti, akkor rögtön alkalmas vagy arra, hogy azt a valamit be is kebelezd, azt a kupát hazahoz, mint hogyha a többiek évtizedek óta abban a klubban lennének, ahova te most mentél be először. Tehát amikor egy Fradi elment egy BL-be az újkori foci történetében először, és mondjuk nem szerez pontot, hát uraim, a többiek, akik versenyzett, lehet, hogy 8-szor próbálták meg, vagy 9-szer. És benne volt a falakban már az a 8 félsikeres vagy sikertelen történetik, amiből próbálták összerakni a 9-10-et, ami majd sikeres egyébként lesz. Egyébként igen, a szurkolói lélektan ilyen, és amíg mondjuk szökő évente játszik egy magyar labdarúgó csapat a BL-ben, addig nem is jogos, viszont hogyha mondjuk a Ferencváros lenne, mint hogy futballban ez sokkal nehezebb is, vagy bármelyik magyar csapat olyan helyzetben, hogy évről évre nemzetközi kupában csoportkörbe kerül, akkor biztos, hogy a harmadik, negyediknél azért már lehetne mondani, hogy most már azért illik valamit mutatni ott is. Szilárdot akartam kérdezni, nem csak azért, mert szegényit... Jó, hogy itt van! Nagyon sokat szoktuk röhögvelmegetni Kajzer Tomival, Németh Krisztián első kalandjait a fehérvári hokisokkal. Vért kalandjait! Szintén így belecsöppent itt a fehérvári valóságba. Te is viszonylag fiatal emberként és kollégaként jöttél, hogy mennyire érzette ezt. Most nyilván, hogy vannak hoki eredmények, és most mindenki a Voláról beszél országos szinten is, azért nekünk büszkeség, kihúzzuk magunkat, és azt mondjuk, hogy jó, mi már 20 éve is ott voltunk. Mennyire sikerült ezt átérezni, hogy van most egy csapat a Fehérvárnak, amely tényleg ilyen nagyon-nagyon egységbe kovácsolja a szurkolókat. Tudod, ők játszanak a Raktár utcán. Igen, azt hiszem, voltam ott már többször is, igen, nagyon örülök neki, hogy eljuthattam ide is. Szívesen. Ezáltal. És nyilván ez is belecsöppentem, hát az első, ami úgy megfogott benne, hogy nagyon hideg van. Nem mondod. Kimentél a maikai módra? Nem, egyébként azt akartam csak hozzá. De azért ezt pont ezt akartam, hogy nem voltál szeptemberben még a jégpályán, amikor tényleg egy mérkőzés szünete után, már tudom, második, harmadban még csúsztatják a játékvezetők a korongot, meg még ott kapalják a vizet, mert ilyen is előfordul. Igen, hát ugye előző munkájában is voltam néhány hoki meccsen, nem olyan sokszor, mint itt, ugye itt már több edzésen voltam, mint ott a hoki meccsen, de egyébként azt a felvetést akartam mondani, hogy csak a jövőbe tekintve is micsoda marketing értéke lehet már annak is, csak ugye a játékosok, légiósok megszerzése szempontjából. Hát csak annak a ténynek is, hogy a döntőbe jutott a csapat, tehát nem is az, hogy megnyerte, hanem döntőbe jutott, hiszen azok a légiósok, akik ugye beszéltél róla, hogy Ericsa gondolkodtak fehérvári lehetőségben, ezt egy plusz motivációnak tudják megélni, hogy itt is döntőbe lehet kerülni. Na, és nekem ezzel kapcsolatban van. Ezt vissza tudom igazolni, ez így van. És ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye, hogy azt mondjuk, hogy már a döntőbe jutott a csapat, hogy ez mekkora egy dolog, de hogy nagyon nehéz szerintem megtalálni azt, hogy mivel lehet, mi az a, vagy rárakod a terhet a csapatra, vagy azt mondod, hogy gyerekek, itt már minden másodperc ajándék, hogy lehet ehhez hozzáállni úgy, hogy a végén adott esetben, mert nyilván sportemberek vagyunk, nyilván egy klubvezető nem fogja azt mondani, hogy hát
nyilván örülünk annak, hogy döntőbe vagyunk, de akkor már nyerjük meg. És nekem annak itt, nekem a volt futóedzőm, az Emel János 76-ban futott Montreában olimpiai döntőt. És más rendszer volt, nem a saját edzője ment ki vele, aki kiment vele edzője, az azt mondta neki az elődöntő után, mikor kvalifikálta magát 1500-on az olimpiai döntőben, hogy Janikám, te már mindent megtetti, iszonyatosan jó, hogy ott vagy a döntőben, és nem futott jól. Majd néhány héttel később egy skandináv túrán az összes olimpiai döntős meglevertet, tehát lehet, hogyha ott azt kapja, hogy na, Janikám, eddig ez oké, ez semmi nem volt, itt vagyunk a döntőben, na most kell nagyot menni, akkor lehet, hogy mit tudom, hogy érmes vagy bármi esmény, hogy utazott ma el a csapat, vagy illetve tegnap, hogy utazott el a csapat, ugye Salzburgba a döntő első összecsapására. Elvárás van velük szemben, vagy legyen örömhoki, mert tényleg ez baromi nehéz, mert ott vagyunk a döntőben, jelen pillanatban még most ugyanannyi esélyünk van az Ice Hockey Liget megnyerni, mint az Salzburgnak. Így van, egyelőre 50-50% még nem dobtál be a pakkot. Így van, tehát... De a viccet félretéve egyébként valóban nem kell motiválni őket, hála Istennek, és pontosan ezt becsülöm a Kevinben, a jelenlegi edzőkben a legjobban, amellett, amit szakmaiak tud, és amit elemzésben, statisztikában, felkészülésben összerak, hogy nagyon jól tudja, hogy kell motiválni, ha egyáltalán kell motiválni játékosokat, de egy döntőben ezeket a srácokat nem kell motiválni. Ez teljesen, tehát most mondhatnám azt, hogy habzó szájjal, vérbeforgó szemmel szálltak fel a buszra, nyilvánvalóan, hiszen mikor, ha nem most. Tehát arra, hogy mikor játszasz döntőt egy ilyen kiegyenlített bajnokságban, az az Salzburg, amit gazdaságilag és egyébként szakmailag is jogosan fölemelünk, és azt mondjuk, hogy a liga 4 évet várt most erre a döntőre ebben a ligában. A tavalyi két döntős közül, Bolzano-Klagenfurt döntő volt tavaly, abból a Bolzano nem jutott be a playoffba, a Klagenfurt nagy nehezen bejutott a playoffba egy pót kvalifikáción, és kiverte az a Bécs, akin aztán átgázolta az Salzburg. Tehát ezek voltak a tavalyi döntőseink, és még sorolhatnék több ilyet. Általában hókiban is igaz, hogy nagyon ritka az, sokkal ritkább, mint futballban. Hát mondjuk futballban ugye még nagy nemzeteknél is előfordul, hogy 2 vagy 3 klub ural akár egy évtizedet is. Ez a hokiban sokkal ritkább, sokkal inkább van vetésforgó a tekintetben, hogy kinek hogyan áll össze a szezon. Biztos vagyok benne, egyébként elképzelhetetlen tartom, hogy ne tényleg ilyen maximális vagánysággal és motiváltsággal álljanak oda, és hogy szerintem mindenki úgy ment föl most erre a buszra, meg Salzburgba, hogy ide nekünk az oroszlánt is, és leverjük őket, és nyerünk. Nem biztos, hogy sikerül, az ellenfél is azért a pályán lesz, hogy a klasszikus kabaré tréfában mondták. Nem is akar nyerni. De ami egyébként, és tényleg visszautalhatnánk arra, amit Tomi is fejtegetett, hogy itt a sportágak megítélése közti különbség, vagy amit én mondtam a régi időkről, hogy valahogy ez mindig benne volt a hokisokban, hogy ez a fajta hozzáállás, ez soha semmiféle kritika nem érhette. Tehát lehet, hogy meglőtt a néző igény, lehet, hogy néha azért elégedetlenkednek a szurkoló, de itt azért az volt általában a jellemző a magyar hokiban, persze abból is fakadó, hogy tényleg a legtöbbször azért mi esélytelenek voltunk, hogy inkább a lehetetlen teljesítették, mint az, hogy az elvártak alatt maradjanak. Hát nagyon kíváncsi leszek rá, gondolom azért majd izgatottan nézzük, meg nézitek a meccseket. Arról akarok még egy röviden, mert tényleg már szinte csak 10 percünk maradt az egész adásból. Megjelent, hogy mind a két hazai meccse gyakorlatilag, ami biztosan lesz, ugye full teltház van, elmentek a jegyek. Ezt hogy tudjátok kezelni, mert gondolom, hogy ilyenkor jön az okosba, szerezé nekem egy zsugát még, mert igaz, hogy idén nem voltam kint, de... 4 jegyet tudnál nekem? 4. Hányan vannak, akik hírte előkerülnek, hogy ugye nem voltam kint idén, meg tavaly se, de most ezt nagyon meg akarom nézni. Alapszakasz első meccsre, szeptemberben jó lesz. Az emléktornára, a felkészülési időszakban. C-pálya nyitó meccs. Történet lesz még, igen. Szóval jó, óriási a gondolom az érdeklődés. Nem egyszerű kezelni valóban ilyenkor viszonylag többet csörög a telefonunk, nem csak nekem, hanem a közvetlen kollégáimnak is, akik ezzel foglalkoznak. Nyilván, meg is értem, nyilván mindenki részese szeretne lenni ennek a történetnek, vagy élőben látni ebből a történetből legalább egy mérkőzést, de hát ugye ilyenkor jön az, hogy kicsit megelőztük a korunkat, és ez a csarnok attól nem lett nagyobb, hogy a csapat egy egészen hatalmasat alakított ebben a
szezonban. Egyszerűen katasztrófa védelmileg és minden szempontból is véges, és itt óriás a felelősségünk, azt el kell mondjam, hogy nem engedünk kvázi a vágyainknak és mások vágyainak, és képesek leszünk határt, vagyunk is határt szabni annak, hogy ténylegesen hány ember legyen benne ebbe a csarnokba. Nem könnyű, biztos lesz olyan, vagy már van is talán olyan, aki úgy gondolja, hogy hát azért jobb lett volna, neki is jár, és mégsem jut, ahogy a vízben mondják, jár, de nem jut. De hát sajnos ez van. Valahol egy fontossági sorrendben természetesen a régi bérletesek és a szponzoraink és azok, akik régóta velünk vannak és támogatnak minket, nyilván ővék az elsőbség a döntőben is, ez nem változik. De most nem szabad elfelejteni, hogy micsoda marketing értéke van, ha már ez is szóba kerültél korábban, a miss out feelingnek, tehát hogy kimaradok belőle, hogy kimaradtam belőle, hogy kimaradhatok belőle, és ebből azért majd lehet a jövőre való tekintetben építkezni. És most tényleg, tehát én látom a kommenteket, mert vannak azok a szurkolók, akik egy szezonban kimennek mondjuk 8 meccsre, és ők most nem jutnak ki, és kimegy olyan, aki évek óta nem volt kint, mert ő megvette online most villámgyorsan a jegyet, mert tudta, hogy menni akar. Hogy ez ebből... a pop szakma, a Sakirára is hamar el kell a jegyet, egyszer eljön Magyarországra. De tényleg így van. Egyébként pont ezt mondtuk, hogy van egy ötödik AC/DC koncert Magyarországon, az semmit nem ér, hogy azt mondod, hogy az előbb négyen is ott voltam. Ha mondjuk fölébredsz, egy napot kiadtál, fölébredsz, magadhoz térsz, hogy kéne, és már nincs. És nincs. Ez most ugyanez a helyzet, nálunk ahol is. Igen? Nem csak az infrastruktúrára akartam mondani, hogy Péter már megelőlegezte, hogy ha mondtad ezt a vetésforgót, hogy tök jó lenne, hogy amikor majd a csarnok kész lesz, igen, a modern új csarnok, akkor legyen még egy, vagy még sok ilyen szezon, mert most hirtelen az jutott eszembe, hogy nem tudom az osztrák kollégákat, mármint a mi kollégáikat, mert gondolom azért egy újságíró adott esetben televízió bejelentkezik ilyenkor, vagy jönnének, és hát ismerik a csarnok korlátait a tekintetben is, szóval ilyenkor ez is egy kemény kihívás. Igen. Hát a Pulse TV, mint a Liga általános és kizárólagos média partnerek közvetíti a meccseket. Mi, hogy ilyenkor már csak ez a sorozat van, ez az egy mérkőzés, vagy ez az egy párharc van, ezért a Pulse jön hozzánk is. Volt egyébként már az elődöntő meccsen is, hála Istennek, lekopogom, gond nélkül ez adott a közvetítés, ezt várjuk a döntőben is. Tehát fel vagyunk azért készülve arra. Sajtosan be valami téve a kapu mögé a közönség közé? Minden körülmények között. Hát ott ez a jó. El nem mozdítanám őket, ott szokták meg. Hát világegyetem egyetlen pályája minden sportágban, nem a pálya hosszanti tengelyét, hanem a keresztben nézed az egészet. Viszont olyan szurkolói bár... De legalább nem a sarokban ősz. Igen. Viszont olyan szurkolói hangulatban, hogy ott rögtön az ember átveszik. Te ebből kapta az élményeket a szurkolóktól, amit már csak utána be kell meg a klaviatúrán. Meg a szakértelmet, azt ne felejtsd. Hát igen, igen. De ami szerintem... Szakértelem átlengi azért a csarnokot. Hát az mindig mindenhol. Ami engem érdekelne, hogy az, hogy most április 5-e van, hát kis túlzás, ilyenkor már ugye leszoktátok engedni a jeget a jégpályán. És hát ezért ilyenkor bőven benne vagyunk abban az időszakban, amikor már tárgyaltok, már ilyenkor már volt bejelentés ugye arról, hogy ki marad, ki az, aki esetleg érkezik, és nyilván ezt a munkát gondolom én, most ugyanúgy végzitek a háttérben, mennyivel könnyebb így tárgyalni, hogy... Há, vagy nehezebb. Hát nyilván, de azt gondolom, hogy a bizonyos tekintetben könnyebb, nem? Így. Van egy időszak a szezonnak, amikor könnyebb, aztán van egy időszak, amikor nehezebbé válik, például ez nyilvánvalóan. Hát hogyha minél ki, mondjuk nézzük a meglévő keretet, minél később kerül sorra egy játékossal vagy az ügynökével egy megbeszélés, és közben a csapat egyre sikeresebb, az nyilvánvalóan emeli a tétet, aminek mi nem örülünk, szemben a játékossal és az ügynökével. Jó, de úgy hozni játékos, hogy figyelj, jövőre BL van. Tehát persze, a Mohfehérvár is könnyebben igazul. Az új szereplőkre vonatkozik. Igen, most erre gondoltam. Bár a meglévőknek is lehet motiváció, hogyha marad és elfogad egy észszerű kompromisszumot a következő évi bérezése tekintetében, akkor egy olyan csapatban játszik, ahol megmutathatja magát a CHL csoport körében is, ami aztán a tovább lépése szempontjából jó lehet, hiszen azért azt vegyük tudomásul, aki tényleg igazán jó játékos, az úgyis továbbra is azt fogja gondolni, hogy Fehérvár nem csak maga Fehérvár, hanem az ICHL is lehet egy ugródeszka, egy komolyabb német-svájci bajnokság felé, hogy esetleg oda el tudja adni magát, ami teljesen természetes, és ezt mi el tudjuk fogadni, együtt tudunk vele élni. Hát ilyen a pop szakma egyébként valóban, nem egyszerű összerakni, de ugyanúgy dolgoztunk a háttérben, személy szerint nem én, hanem Szélig Viktor, azon, hogy már mondjuk decembertől
ez a klub milyen csapattal legyen képes felállni. Nyilvánvalóan azóta bejött egy free agent részvétel, ami olyan feladatokat azért ró ránk, hogy mindenképpen jó lenne egy kicsit mélyebb kerettel, egy kicsit hosszabb paddal ezeknek a kihívásoknak megfelelni, még akkor is, hogyha azért reálisan nyilván abban gondolkodunk, hogy legyünk kompetitív versenyképes csapat mondjuk a csoportkörben, a CHL-ben, ne tekintsünk messzebbre, de már ahhoz is egy olyan keret kell, aminek az alkalmasnak kell lenni. Van feladat bőven. De hát ez a szép benne, hát ezért jó. Hát őszintén szóval felírtam ide 2-3 témát, de mivel már 40 perc eltért az adásidőből, úgy gondolom, hogy nem lenne arányos, és nem lenne méltó most két mondattal elintézni a többi. Hát, mivel téged hívtunk egyértelmű volt, hogy hoki lesz. Akkor inkább maradjunk annyiban a végén. Egyrészt szeretném mindegyik ottoktól hallani, hogy mit tippeltek a döntőre. Másrészt még egy gondolat erejéig itt az elején céloztam rá, hogy nyilván azok a történések, amik nem a sportpályákhoz zajlottak, az elmúlt hétvégén ugye elég sok mindenben meghatározóak. A város vezetése is tudja most már majd ugye, hogy milyen kormányzattal kell együttműködni, aminek azért van jelentőség abban az értelemben is, hogy a város milyen lehetőségekkel gazdálkodhat. Mennyire vagy optimista abban, hogy akár egy ilyen megnövekedett igényszintnek, és ez nem csak a szurkolók elvárásait, hanem nyilván azért az anyagiakat is jelenti, a várossal együttműködve hosszabb távon is most kilátásban maradhatnak? Hát először is én abba bízom, hogy ebben a felállásban, ami maradt, a város tovább tud fejlődni, képes lesz a költségvetéséből képes lesz tovább is olyan szinten támogatni minket, ahogy eddig támogatott, és ami óriási köszönet jár természetesen. Én nem azt várnám, és nem is azt képzelem el, hogy a város, mint város növelje a jégkorong támogatását Székesfehérváron. Nekem az az álmom, hogy akár a várossal közösen is találjunk egy olyan szponzort, akinek ezzel a teljesítménnyel, ezzel a szerepléssel, a Bajnokok Ligájában való részvétellel érdekesek lehetünk, és aki fantáziát lát abban, hogy részes legyen ennek a további, a ránk váró további építkezésnek, hiszen nem egy csapatos. Tehát az én elképzelésem az, és a vágyam, hogy ne egy csapatos, vagy bocsánat, egy szezonos csapattá váljunk, hogy aztán a következőben nem mutatunk semmit, hanem ez egy építkezés kezdete legyen, még akkor is, ha jövőre nem döntő lesz belőle, de egy folyamatosan versenyképes csapat legyen, és úgy jussunk el egyébként a csarnokba, aminek lassan a falai fognak kinőni a földből lassan, aki nem a bejárásokon vesz részt, csak elautózik mellette, az is láthatja majd Székesfehérváron, hogy ez a csarnok valóban épül, és valóban kész lesz 23 év végére, de ahhoz, hogy ezt a csarnokot megtöltsük, ez nem csak marketingre, hanem stabil anyagi háttér is a klub szempontjából szükségünk lesz. Ehhez én tényleg azt várom, hogy legalább 2-3 nagyon komoly a gazdasági életben is komoly szerepet betöltő. Mikor ha most nem? Tehát tényleg nyilván kicsit logikusan azt tudja, hogy mikor, hanem most, amikor tényleg ott van az eredmény, tényleg ott vannak a címlapok, ott van a szurkolói bázis. Mikrofonodat igazíts meg egy picit. Egy kicsit szapporóra visszatérve, a magyar hoki akkori vezetői közül sokan azt gondolták, vagyis többen is optimisták voltunk például abban, hogy egy ilyen siker szinte automatikusan vonzza a hosszú távú, és ez egy komoly szponzorációval segítő támogatók megjelenését. Nem így lett, és ezt jó lenne a Fehérvár tekintetében ebből okulva, ebből tanulva, hogy ne csak a szakmában tanuljunk mindig, hanem a gazdasági történésekben is, ennek elébe menni, és a mi feladatunk az, hogy el tudjunk érni ilyen szponzorokhoz, meg tudjunk szólítani ilyen szponzorokat, nem ülhetünk és nem várhatjuk semmiképpen, hogy majd kopognak, hogy hát hallottuk, hogy nagy siker volt, szeretnénk ebben részt venni a jövőben, nekünk el kell mennünk, ezt a feladatot nekünk el kell végezni. Ez az iroda feladata, a szakma megvézi a feladatát. Most azért már megint azért elég komoly ez a piac, ugye? Tehát, és ez, hogy ez majd méretét tekintve, ugye azt mondta, 10 milliós magyar piac, ez nem túl nagy. Ez igaz. De ugye úgy, hogy hozzáveszünk Ausztriát, Szlovéniát, Csehországot, Olaszországot, az már azért egy elég szép piac. Most nagy figyelemmel kísérjük. Most nem tudom, hogy összeszámolni hirtelen fejbe, hogy ez mennyi, de ez már egy több 10 milliós piac. Hogy így nem könnyebb,
azt mondani, hogy nehogy azt gondolt, hogy ez csak egy magyar csapat, ez nem, több 10 millió embert érünk el. Hát reméljük, hogy lesz olyan szponzor, akit most még nem nevezhetünk annak, de későbbiek mellékel, akinek érdekes lehet az, hogy egy közép-európai ligában egy hat csapatot érintő vetélkedésben tudja szerepeltetni a nevét, logóját, tudja magát hirdetni kvázi rajtunk keresztül, illetve részese lehet ennek az egész történetnek, aminek aztán elmegy a híre. A CHL egy más történet, a CHL-el gyakorlatilag ugye majd a sorsoláskor tudjuk megmondani, hogy újabb és hány újabb országba jutunk el egy-egy mérkőzésre, és azzal a hírveréssel, amit hála Istennek egyébként így újoncként nekünk kell elvégezni, mert azért a CHL-nek már egészen komoly csapata van, egészen komoly marketingje van, mi ennek a részesévé válunk, tehát kvázi egy kicsit fölkap minket az a hullám, amit maga a CHL jelent, nekünk pedig ügyesen kell majd meglovagolni. Na, most hát, csak egyetlen egy nagyon rövid kérdés, nagyon rövid válasz kérek szépen rá, akkor, hogy ez még érdekel, hogy ugye a fociban a Bajnokok Ligája szereplés az egy óriási plusz bevétel, de tudjuk azt, hogy kézilabdában például egy nemzetközi kupa szereplés, akár egy Európa Liga, az kiadás a klubnak. A CHL az bevételt hoz majd, ha csak önmagában a sorozatot nézzük és félretesszük azt, hogy lesz erre plusz szponzor vagy nem, vagy ez inkább plusz költséget jelent anyagilag, vagy plusz terhet a klubnak. Hát erre majd a jövő október, vagy nem, idei év október végén tudok válaszolni, amikor lementek a csoportkörök. Jár némi, tehát a felépítése szerint jár némi juttatás nekünk azért, mert bejutottunk és a csoportkörben szereplünk. Ez döntően jó esetben az utazás és a szállás költségeinknek a megfinanszírozására talán elegendő lehet. Aztán persze a tovább lépő csapatoknak, ahogy láttam, a rendszerét a CHL-nek további pénzügyi juttatások járnak természetesen. Hogy nyereséges lenne, azt nem hiszem. Megmondom őszintén, elkezdtük a tapogatózást a ligán belül. Ugye nekünk is vannak olyan csapatok, akiknek a menedzsmentével jobb kapcsolatunk alakult ki, és már jártak ezen a területen esetleg nem egyszer, nem kétszer. Tapogatózni, hogy mégis mit is jelent ez realizálva a költségeket, mit is jelent ez. Kaptunk már riasztó mondatokat is, meg olyat is, hogy azért meg lehet oldani. Remélem, hogy mi az utóbbit meg tudjuk csinálni. De az biztos, hogy csak úgy, hogyha ez új a szponzoroknak érdekes lesz ez a történet. Jó, hát akkor ezzel gyakorlatilag kisfutottunk az adás időből, de mivel megígértem, hogy tippelni fogtok a döntőre, ezért egy gyors számszerű tippet szeretnék kérni. 4-2 ide. Szilárd. Legyen a 4-2 ide, de csak azért, mert a mentális erő az most ugye mellettünk áll abból a szempontból, hogy az ellenfél már volt döntőben, mi pedig még nem. Az biztos. Akkor én csak egy kávét kérek. Jó, én mindig nagyon rosszul tippelek, és mindig akinek szurkolok, hogy bejöjjön a tippem, az nem jön be, úgyhogy én az Salzburg 4-2-es győzelmét tippelem most, és akkor ezzel aláírtam, remélem, hogy a Volán fog nyerni. Ős Salzburg szurkoló vagy. Akkor már csak egy kis tejszint hozzá. Rendben, köszönöm szépen, nagyon szurkolunk, nagyon figyelünk, és beszélünk még természetesen erről is, a kedves nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra. Start.